az én Momentum doktoranduszos tagságom előtti időkre nyúlik vissza a két szervezet együttműködése. Ha jól tudom, a Scientia Denique nevű konferencia kapcsán merült fel először a két szervezetnek az együttműködése, ez mai napig tart. Ezen kívül a karácsonyi jótékonysági adománygyűjtésben is együtt veszünk részt, és több más programon is próbáljuk segíteni egymást, részt veszünk egymás rendezvényein, így tehát volt már egy bizonyos tapasztalat, de ekkora projekt, közös projektünk még nem volt. Az ötlet tavaly nyáron született meg az alelnökünk Fazekas Andrea fejében, aki ugye még részt vett annó a 2007-es és 2008-as nyári egyetemek szervezésében, így ő találta ki azt, hogy érdemes lenne újra feleleveníteni ezt a rendezvényt. Ő akkor még a KMDFKSZ alelnöke volt, mi jelenleg ő a Momentum Doctorusnak az alelnöke, és 2018-ban a Magyar Ifjúsági Konferenciáról hazafele jövet találták ki a vonaton a KMDFKSZ tagjaival, hogy esetleg újra életre lehetne kelteni ezt a kezdeményezést. Utána ősszel tartottunk egy csapatépítőt a Momentum Doctorandusszal, ahol Bence Norbert a KMDFKSZ elnöke is részt vett, és ott született meg a többé-kevésbé végleges koncepció. Úgy gondoltuk, hogy a legjobb az lenne, ha tematikus napokat szerveznénk a diákoknak, így mindenki megtalálhatna a saját érdeklődési körének megfelelő előadásokat, illetőleg programokat. Így volt egy ifjúsági és oktatási, ifjúságpolitikai és oktatási napunk, egy tudománnyal foglalkozó napunk, egy épp testben, épp lélek címet viselő napunk, amely a sportvilágáról szólt, illetőleg a mai utolsó nap a művészet és a kultúra világába nyújtott egy kis útmutatást a fiataloknak. Azt hiszem, hogy sikeres programot fogunk zárni, ezt már kijelenthetem, így mindenféleképpen érdemes lenne jövőre folytatni majd ezt a programot. Nyilván a hiányosságokból is tanulunk, így lesznek majd olyan dolgok, amelyeken változtatnánk, de összességében úgy gondolom, hogy ezen a jó úton haladunk.